A József Attila Színház visszatérő vendége a Vidor Fesztiválnak. Az idén a Kaviár és Lencse című vígjátékot hozta el a társulat. A darab rendezője Verebes István, aki egy nyugdíjas tolvajt alakít a produkcióban. A főszerepet nem csak Károly játsza. Papagatto egy piti szélhámos, foglalkozását tekintve főállású vendég. Lakomákra jár, ott tömi tele a zsebeit jó falatokkal. Nagyívű ötlettől vezérelve szeretetligát alapít, hogy jó pénzhez jusson. Így keveredik élete legnagyobb kalamajkájába, amiből egymást érő bonyodalmak fakadnak. A színművész kedveli a vígjátéki karaktereket, és ez a figura is nagyon közel áll hozzá. Azt látom, és a sikereinkből is, vagy a közönség visszajelzéséből azt lehet érezni, hogy nagyon, nagyon szeretik ezt a világot. Ez egy kedves, hogy is lehet jól fogalmazni, egy olyan kedves figura, aki nagyon életre való, tehát nagyon tudja mozgatni maga körül a világot, és hát nem bizonyos helyzetben nem mindig a törvényesség útját járja, de ezt is nagyon kedvesen teszi. Papagatto feleségét, Valériát Szulák Andrea alakítja a komédiában, aki vendégként játszik a József Attila Színházban. A feleség egy igazi vérbő olasz mamma. Nagyon szeretek vígjátékot játszani, különösen akkor, hogyha ilyen jó játszótársaim vannak, mint például a mai előadásban, és a Verebes István rendezése abszolút egy vérbő, igazi, valódi karaktereket felvonultató rendezés, úgyhogy nagy öröm. Kedden a versenyprogramban, a kamaraszínpadon, a Rózsavölgyi Szalon Arts és Café lépett fel Romain Gary Salamon király szorong című művével. Az előadást követően Benedek Miklós, a zsűri elnöke köszöntötte a Salamont alakító Jordán Tamást, aki Kirják Róbert színház igazgatótól a Vidor Fesztivál életműdíját vehette át.